Már csak pár nap is kijön a trónok harca új, és legutolsó évada. Sziasztok! Üdv újra a csatornámon, Lora Sora vagyok, és ma egy hatalmas bejelentéssel készültem nektek. Jó, nem is olyan hatalmassal, csak számomra volt ez egy nagy lépés az életben, egy nagy álmom vált valóra. Lett tetkóm. Az intro után pár jelentet fogtok látni az előkészületekről, illetve magáról a folyamatról. Illetve beszélni fogok nektek a legfontosabb dolgokról, a leggyakoribb kérdésekre fogok válaszolni nektek. Úgyhogy tartsatok velem! Megyünk tetováltatni. Annyira fura ez, még egyszer. Megyünk tetováltatni a gyönyörű szép bőrömre, ráfirkálunk egy életen át. Videószín megyek. Izgulok! Nagyon félek. Köszönöm. Én mitől féljek? Rendleg a szám. Mondjuk nem nagyon látszik rajtad, hogy izgulsz. De már bevettem egy kis gyögyit. Hogy a tény? Körülbelül 4 éve kezdtem el nézni a Trónok harcát, és abban van egy olyan idézet, valamelyik évadban, azt már nem tudom, hogy egy dolog van, amit a halálnak mondunk, és az az, hogy nem ma. Na, ez az idézet olyan szinten hatással volt rám, hogy mottommá vált. Mégpedig azért lett a mottom, mert én nagyon szeretek élni, alapvetően, aztán, hogy most mi a helyzet, az megint más kérdés, de alapvetően nagyon szeretek élni. Illetve évek óta félek a halál utáni időszaktól. Számomra ez egy ilyen lázadás forma, hogy igen, én ma még nem fogok meghalni, mert én még élni szeretnék. És egy idő után ezt magamra is akartam varratni. Nem nagyon szeretem a hosszú idézeteket az emberi testen. Nyilván mindenki maga dönti el, hogy mit szeret, csak nekem az nem tetszik. Ezért csak a lényeget, mégpedig azt, hogy not today, szerettem volna magamra varratni. Körülbelül 16 évesen döntöttem ezt el, és annak a híve vagyok, hogy ha engedik a szülők, ha nem, én azért megvárom, és azt ajánlom, hogy ti is várjátok meg a 18. életéveteket, mert nagyon sok minden változhat pár év alatt, nyilván 18 év felett is, de akkor már kicsit felnőttebb fejjel már, aki gondolkozik. Úgyhogy én nem sürgettem ezt a dolgot, aztán eljött a 18. szülnapom, csak akkor ugye már beteg voltam, meg nem is volt pénzem, meg féltem, úgyhogy ez így elmaradt. És olyan 2 hónapja eldöntöttem, hogy na jó, én most tetkót akarok. Pesten voltunk, és olyan kevés impulzus ér általában, hogy rögtön akartam egy tetkót, be is mentem egy szalomba, akkor egy másik terv volt egyébként a fejemben, de végül nem csináltattam meg, mert olyan árat és olyan időt mondtak már, mint hogy mennyi ideig csinálnak, hogy el is ment a kedvem, meg úgy voltam vele, hogy ez nem lehetséges. Úgyhogy hazajöttünk, és itthon kerestem a környéken tetoválókat, tetoválószalonokat, és egy nagyon jó barátnőm, innen is puszillak,
ajánlott nekem egy tetoválót, írtam is neki, pár nap múlva válaszolt is. A srác, azt hiszem, hogy még azon a héten mentem is már be a szalomba megbeszélni a dolgokat, megmutatni neki a mintát, és ott kérdezte, hogy most akarom? Mondom, hát, azt mondja, holnap? Mondom, annyira még nem vagyok felkészülve. Mondták, hogy hát erre nem is leszel jobban. Jövő hét? Mondom, oké. Úgyhogy az alatt a hét nap alatt szétizgultam magam. Tényleg annyira olyan szinten rettegtem, minthogyha szülni készülnék, vagy nem tudom, minthogyha műtétem lenne. Tehát én olyan rosszat képzeltem el, én akkora fájdalmat képzeltem el, hogy ezt nem tudjátok elhinni. Szerettem az olyan dolgokat, amikből nem tudok kilépni, és úgymond a tetoválás is egy olyan dolog, hogy az már lemoshatatlan. És hát ettől is nagyon féltem, de hát most már rajtam van, úgyhogy azzal nyugtattam magam, hogy jó, el lehet fedni alapozóban, meg hogyha nagyon nagy gáz lenne, akkor lézeres eltávolítás is létezik már. És akkor eljött a nagy nap. Tényleg, be voltam fosva, komolyan. Jó, akkor az elején megbeszéltük, hogy mit szeretnék, milyen betűtípus, mekkora. Tehát eltartott egy darabig, amíg azt mondtam egy betűtípusra, hogy na ez kell nekem, mert én azt még nem választottam ki előre. Utána ugye átfirkantotta, nem tudom, hogy ezt szakmailag hogy hívják. Aztán felrakta rám. Először nem sikerült, utána nem jó helyre. Aztán harmadjára vagy negyedjére végül meg lett a tökéletes hely, tökéletesen is felkerült az előminta. Ezt sem tudom, hogy hívják szakmailag, elnézést. És akkor felfeküdtem a műtőszékre, mint aki várja a műtétet. És így mondom, én sírni fogok. Azt hittem, hogy elsírom magam. Már előtte teljesen berezeltem. És így most kezdjük. És így mondom, ez baromira jó érzés, mondom, ettől féltem, tényleg. Az eleje nagyon jó volt, így a közepe fele volt az, hogy azért ott, szerintem ott volt a legvékonyabb a bőröm, és az azért ott kellemetlenebb volt, de még az is jobb volt, mint amire számítottam. Tehát, hogy abszolút elviseltem, de ezt úgy képzeljétek el, hogy alapból nekem nagyon alacsony a fájdalom küszöböm. Tehát tényleg. És még így is. És oda csináltattam, ami állítólag az egyik legkellemetlenebb terület. Persze kicsi minta volt, szóval 20 perc alatt elkészült. Így láthatjátok messzebbről, hogy milyen kis picike, és ennyi. És már nincs is ott. Sziasztok! Sziasztok! Ez ilyen köszönő elköszönés volt. Sziasztok! Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. Csókozom! Körülbelül 16 évesen döntöttem ezt el, de úgy az meg Loretta. Körülbelül 16 évesen döntöttem ezt el, és annak a híve vagyok, hogy megvárjuk,